Nyíregyházán jelentősen nőtt az elmúlt években a kerékpárutak száma, már 71 kilométer hosszan lehet bringázni a megyeszékhelyen, és a település részeket kerékpárral is biztonságosan meg lehet közelíteni. Egy éve többek között azért is szervezték meg a Bringaváros 7.1 rendezvényt, hogy népszerűsítsék a közlekedési formát. Idén már második alkalommal lesz Bringaváros, és a tavalyi 7 helyett 11 település rész csatlakozott, így az Érkert, a Malomkert, a Himes és a Korányi Kertváros is kapcsolódott a programhoz. A 11 település részen és a Kossuth téren is programokkal készülnek szeptember 28-án. Közlekedésbiztonság, ugye az állandó feladat, az, hogy a kerékpárutakat megismertetni, egészséges sportos életmód, ez egyre jobban megy Nyíregyházán, illetve közösségi programok is ezek, hiszen mind a 11 város részben lesz külön program szervezve, és hát együtt pedig a nagy program a Kossuth téren, ide várunk mindenkit, remélem minél többen végig tekerik mind a 11 helyet, de aki már 4 helyen pecsétet hoz, az már meglepetés ajándékot kap. Lesznek versenyek, este nagy koncert, városrészek is versengenek, iskolák is, a legszebb kerékpárok is, úgyhogy én azt várom, hogy az elmúlt 2 év alapján, hogy ez is egy nagyon népszerű, sok embert megmozgató program lesz. Az elmúlt 2 évben, ugye a Bringa Pikniktől kezdve a Michelin Bringa Fesztivál már régóta megy, egyre többen jönnek, és ezt nagyon jó érzés látni, ezért építettük a kerékpárutakat is. Szeptember 28-án reggel 9 órakor indulnak a programok, a különböző település részeken az első 100 jelentkező településenként különböző pólót kap, és a városrészek versenyeznek is. Az nyer, aki egy görgős kerékpárba a nap során a legtöbb kilométer tekeri, egy éve a Józsaváros nyert. Nagyon fontos szerintem egy település résznek, hogy a legügyesebb, legaktívabb település rész címet elnyerjék. Bízunk benne, hogy ebben az évben tovább fogják ezt fokozni, és egyre több kilométert fognak gyűjteni a kerékpárokban. A nap során a városban kijelölt különböző pontokat kell megtalálniuk a résztvevőknek. Aki mindet megtalálja, sorsoláson vesz részt, melynek a fődíja egy kerékpár, de azok is ajándékot kaphatnak, akik 4-nél több helyszínre tekernek el. Keresik a legszebb kerékpárt is, reggel 9 és 10 óra között a Kossuth téren fotók készülnek a nevezőkről, melyekre a nyiregyháza.hu oldalon lehet majd szavazni. A győztes ajándékot kap. A napot gyerekprogramok és koncertek színesítik, este a Kowalski meg a Vega lép fel.